Sziasztok, én Pár Imre vagyok, tanácsadó szakpszichológus. 3 T betűvel szoktam bemutatkozni, én tréningekkel foglalkozom, tanítással, és hát no man is no man tanácsadással. Most pedig a sikerről lesz szó. Mi a siker egyáltalán? És az egész előadás köré, a motto köré épül, hogy sikeres bárki lehet, de nem akárki. Kérdés az, hogy mi a siker? Na most, ha a közéletet nézzük, a társadalmi folyamatokat nézzük, akkor gyakorlatilag 3 dolog a siker. HUF, EUR, USD, pénzügyek, minden, ami legyen minél több, és az akkor baromira jó. Második, a hatalom. Tehát legyen hatalmunk, és akkor az már siker. A harmadik, valamiféle karrier. Karrierút, lehessen előbbre lépni a ranglétrán, etc. etc. Na most tényleg ez a siker? Ugye előjön a pszichológus eredendően, hogy vagy adunk egy egyszerűbb definíciót. Siker az, hogy olyan életet tudjak élni, amit élni szeretnék. De ez mondjuk nem egy ilyen felkapott tartalom. Mert hol van az egészség, hol van a gyakorlatilag olyan életterület, hol van mondjuk a spiritualitás, hol van a szellemiség, vagy pusztán az a siker, hogy a gyerekért majd én el tudok menni az oviba. Mert ha mondjuk vannak olyan pályák, hogyha tulajdonképpen a szakma tökéletes választás, de a szakma összeütközésben van az életritmussal, és nem egy közgazdásztól tapasztalom, hogy hoppá-hoppá, hát ha ők 4:30-kor hazamennek, akkor mi történik? Mi van, Karcsikám, délelőttös voltál? Ez jön kritikaként, na jó, de az óvodák megzárnak. Magyarán, amikor arról beszélünk, már pedig ma arról beszélünk, hogy pályaválasztás, akkor ilyen témákat is kell pedzegetni, nem csak az, hogy mi van a kis ujjamban, meg hogy mi van az érdeklődési körömben gyakorlatilag. De kezdjünk egy picit távolabbról. No man is no man, ugye? Nevében a végzete, mondták az ókoriak. Hogy hívják a felsőoktatási diákot? Hallgató. Na ez a baj. Tehát amikor azt mondom, hogy sikeres bárki lehet, nem akárki, akkor ez már a kettő közötti rés, hogy az akárki a hallgató. A bárki meg nem hallgat, ő kérdez, meg minimum gondolkodik. De ugye, hogy tegyünk egy közoktatással kapcsolatos kritikát is, talán ez belefér, hogy mindig megmondták, hogy mi a következő lépés. Az óvónéni megmondta, hogy most eddig játszunk, ezzel lehet játszani, és így tovább. A kisiskolában megmondta a tanítónéni, aztán a felső tagozatban megmondták a tanárok, gimiben, középiskolában dettó. És akkor ott vagyok, meghőkölve, mondjuk fiatal felnőttség határába, 18 évesen, hogy most mi a túrót kell csinálnom? És senki nem mondja meg, mi a következő lépés. Mondanak érdekességeket, persze. Következő probléma a témánkkal, hogy nincs pályaismeret. Pályaismeret alatt mit értünk? Hogy egy szak, az mi van benne? Tehát mi a tartalma? Pár évvel ezelőtt elneveztem ezt üres kancsó szindrómának. Miről van szó? Baromira egyszerű. Veszünk egy kancsót, és a tradicionális szakmákról mindenki tudja, hogy mire jó. A társadalom is, a munkaerőpiac is, a munkáltatók így, és mi magunk is, akár mondjuk diákként. Mit csinál egy orvos, egy mérnök, egy közgazdász, és így tovább. Magyarán a régi típusú szakoknál a kancsót színültig megtöltötte az egyetem, vagy főiskola, és pontosan tudtuk, hogy hova öntögethetjük a tapasztalatunkat, a tudásunkat, és így tovább, és így tovább. No de, hogy kicsit provokáljam itt a társaságot, és nem cikizésből a szaktanulói felé, de mit csinál egy műszaki menedzser? Tessenek nekem ezt megmondani. Mondjátok meg, hogy mit csinál egy andragógus? Mit csinál egy nemzetközi tanulmányok szakértő? Mit csinál egy nemzetközi kapcsolatok végzettségű személy? Mit csinál egy... Folytassam? Órákig lehetne az új típusú szakokat, és ezzel nem csak a munkaerőpiac küzd adott esetben, hanem maga a diák is. Botránynak tartom, mikor 5. éves TTK-s hallgatót, matematikai elemző szak, megkérdezem, hogy kedves Ubul, ön
mihez ért. Csend. Csend. És még mindig csend, mert nem tudja. Na most, ha ő nem tudja, akkor én miért tudjam, mint mondjuk egy KFT ügyvezető igazgatója. Magyarán a fiatalságra, rátok, az is hárul, mint felelősség, hogy nekem el is kell egy kicsit adnom azt, amit tanulok. Hogy nekem is úgymond meg kell formáznom ezt. És innen az üres kancsó. Hogy megvan a kancsónk, ott vagyunk az egyetemen, a felsőoktatásban, és forrásokat mutatnak garmadával, abból hiány nem lesz. De az én felelősségem, hogy oda megyek és megtöltöm a kancsót. Tehát ez kardinális kérdés a témánk szempontjából. Ez standard példa. Tudom-e azt 18 évesen, mondjuk gimi utolsó évének szeptemberében, hogy ha felvételt nyerek, miért ne nyernék, okos, ügyes, értelmes vagyok, bekerülök, egy év múlva mit fogok tanulni? Az az igazság pillanata, amikor mondjuk valaki, nem tudom, jogász akar lenni, oké, legyen, lehet, hogy az ő útja. Menjen be egy megyei könyvtárba, egy városi vagy egy fővárosi könyvtárba, és emelje le a római jogtankönyvet a polcról. Belenéz, és lehet, hogy a tükörhatás, ez az, ezt akarom, tényleg ez az, és ott van a szemcsillogás, vagy azt mondja, hogy most nem lehet káromkodni ilyen előadásnál, de hogy Atya Úristen, hát ez, de hogy akarok én jogász lenni. Magyarán a kettős döntés, a munkában mit szeretnénk csinálni, de azért mivel fog eltelni az az 1000-1600 nap, ami ugye a tanulmányoknak az ideje. És ez ilyen kettő az egyben hatás. Ezzel mindenféleképpen érdemes foglalkozni. Még mindig egy picit távolabbról. Mindannyian keressük az igazit. Párkapcsolatról beszélek. Hát ővel akarom leélni az életemet. Na most az igazi megkeresésére ugye éveket szánunk, és azt mondjuk, hogy ez rendben van. Jó van, próbálj ki több párkapcsolatot, édes fiam, kedves lányom, mert óvatosnak kell lenni, tudod, minden második házasság ma már válással végződik. Igen? Mennyit élünk? 27.375 napot. Ez ugye 75 évvel számolva, tehát ez nem egy bonyolult matematika, de így más kimondva, mint hogy 75 év, vagy hogy 27.375 nap. És ebből csak úgy lábjegyzetbe szeretném jelezni, 6-10.000 napot munkával töltünk. Többet töltünk munkával, mint a házastársunkkal. Az igazi keresésére vannak évek, a pályaválasztás, döntsél! És menjen gyorsan! Ja, és lehetőség szerint ne is hibáz. Tehát a párkapcsolati hibázás belefér, itt nem, itt rögtön, amit elkezdtél, fiam, azt fejezd is be. Miért? Lehet, hogy 18 évesen nem volt még olyan hatás, mint ők 20 évesen, és két év múlva azt mondom, hogy mégsem ez a szakanyerő. Azért ma már vannak arra kutatások, tehát ez az izgulósaknak mondom, hogy magyarosan easy, tehát nyugi van, hogy régen sokkal lineárisabb pályák voltak. Bekerültem, végeztem, és akkor dolgoztam az adott területen. Ma a legtöbbünk előtt, ha mondjuk valaki 20 éves, egy ilyen 5-7 apró kis pályakorrekció, kisebb-nagyobb pályamódosítás vár az életút során. Ezzel nincsen semmi baj. A baj azzal van, hogyha utalva az kezdeti mondataimra, hogy ha hallgatóvá válok. Mert akkor a hallgató az egy passzív életszemlélet. És a passzív életszemléletben mi lesz benne, hogy hát ez dobta a gép. Nem voltam jókor jó helyen. Így volt megírva. Ez van, ezt kell szeretni. Folytassam? Tehát van egy ilyen passzív sor, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy jó, aktív leszek, és a magam szerencséjének is a kovácsa lehetek, nem csak, hogy éppen van egy csókos ismerősöm a munkaerőpiacon adott esetben, vagy nem. A pályaválasztás, hogyha hasonlatot kellene tennem, akkor én ezt mindig úgy éltem meg, nem tudom, hogy ismertek-e ilyen képet, hogy van egy tál homok, és a homokba beledobnak egy vasgolyót. Zseniális, hogy van egy hirtelen hullámzás a felszínen. Hát hogy a viharban? Beleesik a vasgolyó. De hogyha ezt lassított felvételen nézzük, akkor egy csomó utórezgés van, és egy még nagyobb homokkilövelés.
Na pont ilyen a pályaválasztás. Látszólag az adott év február 15-e, Jaci Pri, mit jelöljek meg, meg milyen sorrende, úristen, ez nagyon fontos, de valójában azért ez egy hosszmetszeti folyamat, mert kihat az egész életutunkra. Én ugye pszichológus vagyok. A személynek az alap szakmai identitása az beépül. Nem tudom már vegyészmérnökként nézni a létezést és az életet, csak pszichológusként. Tehát ez a kulcskérdés, hogy, és valójában egy szaknak a legnagyobb formáló ereje, hogy miből szeretném én nézni a mindennapjaimat. Teljesen más, hogy én egy humán szakemberből nézek rá egy mezei hétfőre, egy normál kedre, egy sima szerdára, vagy pedig egy jó kis TTK-s reálbekötéssel. Ez kulcskérdés, és ezt a legkevésbé hangsúlyozzák, teszem hozzá sajnos, például a középiskolákban. Tisztelet a kivételnek. A fő modell, amit idehoztam, és ezen idézünk el egy picit, a négy pilléres modell. Négy pillér, mind a négy pillér elengedhetetlen és szükséges feltétele, hogy egy elég jó pályaválasztási döntést tudjon meghozni bármelyikünk. Hol a probléma, hogy az első két pillérig jut a legtöbb személy? Az első numero egy, a képességek pillére, mindig mindenki eljut idáig. Ezzel nincs gond. Mibe vagy ügyes? Drága gyerekem, nagyszerű, akkor ebből mi következik? Ez még a 20. században pályaalkalmasság elméletek címszóval is futott. A megfelelő embert a megfelelő helyre, elsősorban képesség alapon. Hol érdekel, hogy most közben jól érzed magad, vagy nem? Hát ez egy munkahely, édes. Tehát, tehát ez a mai napig itt van velünk. De hát ez csak egy faktor. Teszem hozzá, ha én képesség alapon választok pályát, akkor már nem beszélhetek itt nektek. Tehát matek, számítástechnika, fakultáció. Na most abból nem a pszichológia következik. Hát, hogy miért ültem a matek fakton heti 8 órában, azt mai napig nem tudom tulajdonképpen, de hát van ez így, van ez így. Második pillér, érdeklődés. Alternatívnél, akik ismernek, mindig mosolyognak ilyenkor, mert ezt úgy hívja, hogy mikor van szemcsillogás, ugye? Tehát, hogy amikor ilyen leírhatatlan szókapcsolat, de hogy ez a érzés. Hogy ez az, ezzel akarok foglalkozni. No, de ha én most a szemcsillogás alapján választottam volna, akkor most tényleg filozófia szakra iratkoztam volna be? Hát... Nem nagyon látok olyan álláshirdetést, hogy filozófust keresünk. Tehát, hogy azért csak úgy óvatosan. És hol ezzel a gond? Hogy, ezzel nem akartam úgy megbántani a filozófusokat egész nyugodtan. Csak a munkaerőpiaci realitásokkal muszáj tisztában lenni, semmit sem muszáj, csak érdemes. Hogy 5. éven ne kérdezze meg valaki, hogy mire lesz jó az ő szakja. Kérdezze meg 1. évesen, meg 2. évesen, vagy még jobb, ha mondjuk gimisként egy kicsit foglalkozik a munkaerőpiaci realitással, mert hogy a numero 3, a 3. pillér, az a realitás, vagy a realitás kontroll. Ezt tudom kicsit szofisztikáltabban is mondani, hogy a lokalitásnak mindig van egy lehetősége. Lokalitás, mint helyszín. Budapesten más a realitás, mint Johannesburgban, Sydneyben, vagy nem tudom én, Rióban. És vagy bárhol Nyugat-Európában, hogy mondjunk közelebbi várost. Más a realitás. És ezt nekem egész egyszerűen be kell építeni a döntésembe. Nélkülözhetetlen. Ahogy az is, hogy mert ugye siker, hát keresek minél többet. Pár évvel ezelőtti diplomás pályakövető rendszer adatai. Döbbenet. A pályakezdő friss diplomásoktól megkérdezték, hogy akkor mennyi a bérigényük. 260 000 forint nettó, akkori adat. Ezzel semmi baj nincs, érezzük, hogy igen, tehát úgy legyen minél több. Hol a probléma, hogy ugyanabban az időben, mikor őket megkérdezték, a valós mért statisztikai adat 160 000 nettó volt. Ja, hogy egy egész korosztály, és ez nem szürke állománybeli kérdés, mert aki friss diplomás, mondjuk egy ilyen 110-115 IQ pontot satszolhatunk neki statisztikailag. 100 000 forintot tévedett a realitásában? Az probléma. És az a 3. pillér, nem csak az, hogy akkor mi megy, és mikor lesz
szemcsillogás, ahogy ugye fogalmaztam. Negyedik, és ezt hagytam a végére, ez a kedvencem, a nagy ágyú, mégiscsak előjön a pszichológus, látjátok, a bekötés dolgozik. Életstílus, vagy értékrend. Ez a két név hozható ide a numero 4-eshez. Hogy fejeznétek be a következő mondatot? Hiszek abban, hogy... Miben hiszel? És ha van erre válasz, akkor a kérdésem az, hogy abban a 6-10 ezer napban, amit munkával töltünk az életutunk során, megélhetjük-e azt egy mezei hétfőn, egy szürke normál pénteken, hogy de jó, ma is a dolgomat tettem. A magyar emberek 60-70%-a gyűlöl bemenni hétfőn oda, ahol dolgozik. Lehetsz kivétel? Tudjátok, sikeres bárki lehet, nem akárki. Nagyon apró az a rés, ami az akárkit elválasztja a bárkitől, de ilyen faktorokból tevődik össze. Következő kérdés, még mindig a 4-es pillért ragozom. 5-10-15 év múlva, milyen az az élet, amit élni szeretnél? Milyen az az élet? Sőt, te ki leszel akkor? Gondolatkísérlet, összefutunk egy konferencián, egy rendezvényen. Akkor egymásra ismerünk. Lefutunk ilyenkor szokásos két díszkört. Hogy vagy, ja, De a végén történne valami. Ha, mi lett veled? Hadd kérem el a névjegykártyádat. És odaadod a névjegyedet. Most, ahogy itt ülsz, szíved szerint 10 év múlva milyen névjegyet adnál át? Ugye nagyon durva a hölgyeknél ez néha látszik. Úristen, azt se tudom, hogy fognak hívni. Tehát ez is benne van, ugye ez a lélektani oldal. De, ugye, hát mégiscsak pályaválasztás. Mi lesz a névjegyed kártyán a neved alatt? Pozícióra váltsz? Dr. Lotus Factus? Vagy? Funkcionálisan akarsz majd akkor élni? Nem tudom, projektmenedzser leszel. És akkor nem az a lényeg, hogy most szakmailag mi a bekötésed, magyarán a pályaválasztás az nem hivatásválasztás volt, hanem legyen egy végzettségem, amit majd használhatok a munkaerőpiacon. Vagy azt mondod, hogy nem, te igazi szakember szeretnél lenni, és mondhatnád fennkölten, hogy neked nem is hivatásod, már küldetésed van. Szinte ordít, én hosszú óval szoktam mondani, hogy mi a dolgod. Mi a dolgunk az életben, abban a 27.375 napban. Persze elfogadom azt, hogy ezek azért lehetnek bonyolult kérdések is, amiről most beszélünk, úgyhogy zárásféleképpen hoztam egyszerű kérdéseket. Amikor valaki eljön hozzám, hogy akkor jaj, nyaf, ugye a híres nyafállapot, nem tudom, ezt ismeritek-e, hogy most akkor mi lesz, kedves Imre, varázsoljál már meg, ugye pszichológus vagyok, nem varázsló, tehát ez így nem megy, de azért szoktam kérdezni ilyen marhaságokat, hogy ha lenne itt egy pad, és nyílik egy időkapu. A történelemből bárkit ide hívhatsz egy órára. Ki lenne az? És miért? Kivel beszélgetnél? Tolmácsot biztosítunk. Második, hasonló, csak a jelenből, leszerveznék neked, hogy bárkit az élő személyek közül a bolygóról meghívhatsz ebédre vagy vacsorára. Ide röptetik, állják a költségeit, és ő eljönne, tegyük föl. Kit hívnál? Miket kérdeznél? Miért őt? Mi időnkben még úgy mondták, hogy mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, mondjuk 5 tárgyat. Ma már ezt nem annyira szeretik, úgyhogy update-eltem, ha lenne egy új valóságshow. Fél évig bezárnak egy helyre, és csak 5 személyes tárgyat vihetsz. Mit vinnél? Ha kapnál egy 200 ezer forintos értékű könyvutalvány csomagot. És azt együtt a helyedbe be kell menni egy ilyen helyre, és levásárolni. Melyik lenne az a szekció, könyves szekció, hogy oda mész? Miért ott? Miért ott van az a belső lelkesedés, hogy ilyen könyvekkel szeretném megtölteni a polcomat gyakorlatilag? Ezek néha több választ adnak, és messzebb elérnek a lelkünkbe, mint hogy akkor mibe vagy ügyes, Péterkém. Hát akkor leszel szíves ez alapján pályát választani. És van még egy ilyen spéci kérdésem. Képzeljétek el, hogy van egy gazdag mecénás. Kiszúr téged. Meglátja benned a tehetséget,
És azt mondja, hogy figyelj ide, finanszírozom az életedet. Havonta 500 ezer forintot utalok a számládra, egyetlen dolgot kérek, ezt 50 évig teszem, ez ugye 300 millió összesen, egyetlen dolgot kérek, hetente 35 kötőjel 40 órát tisztesen dolgozzál. Bármit. Mehetsz ásatásra segítkezni, non-profit civil területen, bármit létrehozni, csinálhatsz egy startup, bármit. Mibe kezdenél? És ez egy kulcskérdés, hogy mit látok? Mit látok nap, mint nap, amikor fiataloknak, 18-20 éves fiatalokról beszélek, ezeket megkérdezem. Ugye ezek a kérdések szabadságfokot növelnek. Mi lenne, ha bármit megtehetnék? Ők mit tesznek? Megrettennek. Úristen, mi az, hogy bármit, és fizetik? Nem tudom. És nem az van, hogy jaj, de jó, akkor kezdjünk szárnyalni, hanem Úristen, és jön a pánik. Ugye a kapunyítási pánikban sokan küzdenek az egyetemista főiskolás populációban. Ez a quarter life crisis, a kapunyítási pánik. Hogy mi lesz velem, amikor a nagy vasajtó, a nagy folont úrra gyakorlatilag kinyílik. Ez egész egyszerűen kulcskérdés. Végezetül. Nem tudom, hogy az Edison sztorit ki ismeri, vagy ki nem. A hányadjára villant föl az első izzószálas kört, a hányadik kísérletre. Magunkban mindenki tippeljen egy számot, és azt mondjuk szorozza meg még párral, mert hogy a valóság 11.420. Úristen! 11.420! Ugye, amikor valakit kérdezem, hogy hány helyre küldtél be önéletrajzot? Hát elég sokba, de az mégis mennyi? Hát 80. 80, hát az még nem feltétlenül sok, tehát a mennyiség az nagyon sokszor relatív. 11.420. De nem emiatt, ez csak egy szám, ami a kitartásra és az eltökéltségről szól. Az 5000. környékén történt valami. Valami nagy huncutság. Kiszagolta egy újságíró ezt, ez ilyen anekdotisztikus egy kicsikét, anekdotákkal azért csak óvatosan, de állítólag így történt. Kiszagolta, hogy már 5000 kudarc. És megkérdezte, hogy mit szól ehhez. A nagy Edison 5000 bukása. Mire a válasz? Fiatalember, ő nem érti az életet. Én nem vallottam 5000-szer kudarcot, találtam 5000 módot, ami nem működik. Tehát így is lehet nézni. Központi kérdés volt ugye az előadásban, hogy akkor most sikeres bárki lehet, vagy akárki. Bárki lehet, de nem akárki. És nagyon fontos, ha ezt a részt meglátjuk, akkor hatóerőt tudunk egy kicsit képviselni. Tehát a kulcs, hogy ne a sorsunkat akarjuk irányítani, hanem önmagunkat, és ezáltal a sorsunk is változhat egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sok sikert!